Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Budakalász Ma című hírmagazinunkat látják. Következzenek legfontosabb híreink röviden. Faluház. Jó ütemben halad a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár udvarának fejlesztése. MÁV. Szeptember 25-én üzemkezdettől a H5-ös hív újra a Batthyány térig jár. Faültetés. Milyen gyümölcsfákat válasszunk, ha vásárlási szándékkal ellátogatunk egy kertészetbe? A tervek szerint ütemesen halad a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár udvar fejlesztése. Az Európai Uniós és a város saját forrásaiból megvalósuló beruházás során szabadtéri színpad, 200 fős nézőtér és azt övező pergola szerkezet is épül. A kivitelezés elérte a beruházás legmagasabb pontját, ezért Bokrita ünnepen találkoztak a város, a tervezők, valamint a kivitelező cég vezetői és munkatársai. A nagy tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a mai kis ünnepségen, aminek az az apropója, hogy most már eljutottunk oda, hogy valami már látszik, hogy mi lesz ebből az építkezésből. Ugye hónapokon keresztül csak azt láttuk, hogy fel van túrva a terület, ott figyeltük a művelődési ház ablakaiból, hogy mi történik, és aztán így hétről hétre egyre több megmutatkozott ebből a fejlesztésből. Tisztelettel köszöntöm a tervezők részéről megjelentek itt, a kivitelezők oldaláról is látom, hogy többen eljöttek, illetve az önkormányzattól, akik a projekttel foglalkoznak, kollégáim, illetve akik majd elsődlegesen használni fogják a művelődési ház kollégái. Együtt fogjuk majd birtokba venni ezt a területet. Fúrián Szabó Gergely alpolgármester köszöntőjében hangsúlyozta az egykori aszfaltos kézilabdapálya, majd a faluház hátsó parkolóként szolgáló töredezett aszfalt burkolat helyén nagy zöld területet magába foglaló új közösségi tér jön létre. Az építkezés nagyjából november közepére vége kell, hogy legyen, addigra be fog fejeződni, elkészül minden. Terv szerint szerencsére az időjárással sincs komolyabb gond. Reméljük, hogy a következő hetekben sem lesz olyan viszmajor, ami miatt csúszna a program. Annak idején, amikor belevágtunk ebbe a projektbe, akkor ugye itt egy aszfaltos udvart láttunk, elég sivár környezet jellemezte ezt a területet, miközben maga a művelődési ház és a mellette lévő kert az egy kicsit emelkedettebb hangulatot árasztott. És azt gondoljuk, hogy ez a szabadtéri színpad és a környezetének a megújulása, ez egy nagyon nagy lehetőség lesz majd a város számára. Benkó Attila, a faluház intézményvezetője beszédében jelezte, 13 éve várják, hogy a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár fejleszthesse kulturális szolgáltatásait. 13 évvel ezelőtt, amikor itt megkezdtem a vezetői pályafutásomat, már akkor megérlelődött bennem az elhatározás, hogy milyen jó lenne, hogy Gergő is mondta, tényleg eléggé romos, alul megvilágított kertből egy gyönyörű közösségi teret létrehozni, és ezt többeknek mondtam, be is írtam a kis 5 éves tervembe, és sokan megmosolyogtak, hogy de érdemes álmodozni, mert eljött a pillanat, tényleg most már azért látjuk a tereptárgyakat, hogy milyen gyönyörű lesz ez a kert, úgyhogy ez az álom, ez megvalósulni látszik. A fejlesztéseknek köszönhetően a sivár udvar helyén árnyas közösségi teret alakítanak ki, amit sokféle irodalmi, zenei program mellett a zeneiskola és a könyvtár vendégei is szívesen használnak majd. Ugye nagyon sok olyan elképzelésünk volt, bár nagyon szép az épületünk, de egyszerűen alkalmatlan bizonyos funkciókra, mert kicsi még a legnagyobb termünk is, tehát gondolok arra, hogy akár koncerteket vagy színházi előadásokat alacsony belmagasság miatt nem tudunk létrehozni, és ezzel a térrel ugye ez a lehetőség megnyílik. Ráadásul az is egy dédelgetett álom volt, hogy a jó időben egy kicsit a szezont szét tudjuk úgymond húzni a műsorpolitikában is. Tehát ez a hely például nagyszerű lesz akár komoly zenei koncertekre, vagy nyári színházi előadásokra. És nem beszélve arról, hogy ugye ez az egyetlen olyan intézmény vagy tér a városban, amelyet mindenki igénybe vesz. Tehát itt ugye
akár a zeneiskola, akár a többi intézmény, civil szervezetek, tehát nekik is lehetőség lesz, hogy ezen a helyen akár a évvégi koncerteket, vagy akár az iskolai rendezvényeket megtartsák. Tehát úgy gondolom, hogy ez nem csak a művelődési háznak lesz a közösségi terem, hanem az egész városé. Félegyházi András építész méltatta a magas szintű megrendelői elvárásokat, és röviden bemutatta a készülő udvar fejlesztéseit és kapcsolódását a környező városrészekhez. Örömömre szolgált, és nagyon köszönöm mind a magam, mind azt hiszem, hogy mondhatom a kollégáim nevében, hogy egyáltalán részt vehettünk ebben, mert egy olyan településvezetést, tehát intézményvezetést ismerhettünk meg, és egy olyan gondolkodásmódot, amelyik azt kell, hogy mondjam, hogy a mai közvilágban, önkormányzati világban viszonylag ritka. Úgyhogy ha javasolhatom a budakalásziaknak, legyenek erre nagyon büszkék. Ez a feladat, ez elég összetett volt, és tulajdonképpen ahogy így érzékelhető is, nem üres lapot, nem tiszta papírt kaptunk, hiszen áll itt egy remek épület, amit egy kitűnő építész tervezett, már most nem tudom pontosan mikor, Turi Attila, de egy karakteres, és ez igazán jó, azt gondolom, hogy egy nagyon emblematikus, szép, jó épülete Budakalásznak, és van mögöttünk egy feltárandó, talán szlömösödő ipari terület, és ezt kapcsolja össze, hogy már itt elhangzott ez a rendezvénytér. Itt a kettő között próbáltunk valóban a rendelkezési helyből olyan teret létrehozni, aminek van, meg talán érzékelhető lesz az ő sajátos szelleme. Egy nagyon szép pillanat volt az, amikor már úgy érzékelve, tudva azt, hogy mit is szeretnének itt a megbízóim, valahol itt álltam, ahol majd ez a fa, ahova majd ide egy fa fog kerülni, és itt így fölvillant, így bevillant az, hogy ezt hogy is lehetne megvalósítani, mik is lehetnek ezek a legfontosabb irányok, ritmusok, amik majd ezt a teret jellemezhetik. Nagyon-nagyon jelentős szerepet kap az élő világ, a növényzet ebben az egész kompozícióban, tehát itt úgy gondolom, hogy igazából mondjuk olyan 2-3, Veronika erősíts meg, légy szíved, de szóval olyan 2-3 év múlva fogjuk ezt úgy igazi pompájában látni, amikor majd az ilyen kúszó, futó növények fölérnek oda, ahova föl kell nekik érni. És ugye ez a dologi, a helyi része, és azt remélem, de ebben egyébként meg biztos vagyok, hogy a helyiek, a művelődési ház ezt értékén fogja tudni részben fönntartani, kezelni, és leginkább, ami a legfontosabb, megtölteni tartalommal. A terület nem zárvány lesz a város közepén, hanem a Ciklámen utca felől egy kellemes, fásligetes, gyalogos és kerékpáros útvonal, ami Szent István telep irányából is megközelíthető lesz. Hangulatos térként szolgálja majd a kalásziakat. Próbáljuk égköveként kialakítani ezt a területet, és lépésről lépésre haladunk. Most az elmúlt években az egyik nagy lépés volt, hogy itt elindulhattak a munkák, a másik nagy lépés volt, hogy a Ciklámen utca felől elkészült tulajdonképpen a gyalogos kapcsolat, ami már csak arra vár, hogy legyen hova érkezni, illetve a túloldal felől is elkezdtük pucolni a területet, ahol most a mentáskert piac van, illetve a tűzoltóság előtti rész lépésről lépésre kezd városi környezethez méltóan kinézni, és a terveink szerint haladunk majd tovább a lenfonó többi területén. És ha már itt az anyagiak is szóba kerültek, azt meg kell említenem, hogy ez a projekt nem jött volna létre, hogyha nincs egy olyan pályázat, egy Európai Uniós finanszírozású pályázat, aminek keretében tudtunk indulni. Sok más településsel versengve sikerült elég jelentős forrást erre a beruházásra elnyerni, amihez egyébként a város saját erőt is hozzátett, hiszen az építési költségek menet közben megemelkedtek. És én is szeretném megköszönni zárásként mindannyiuknak az eddigi együttműködést, kemény munkát, és a következő hónapokra is kitartást és
sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. A Ciklámen utcai átkötés a faluház megújult udvarával együtt novemberben nyílik majd meg. Használatával a lenfonó hév megálló és a városközpont is rövidebb úton lesz elérhető. Szeptember 25-én üzemkezdettől a H5-ös hév újra Batthyány térig jár. A Szentendre felől hévvel érkező utasok szerda hajnaltól már közvetlenül átszállhatnak az M2-es metróra. Ezzel együtt a Margit hídi felszíni hévperonon keresztül a budai alsó rakpart mellett haladó kerékpárutat is megnyitják. Ennek köszönhetően a biciklivel közlekedők is zavartalanul haladhatnak. Szüret időszakában járva meghívtuk szerkesztőségünkbe Balla József hobbi kertészt, és kifaggattuk kedvenc növényeiről, a gyümölcsfákról. Megtudtuk, milyen gondozást igényelnek, melyeket érdemes egymás mellé választanunk, és mitől függ a megérlelt gyümölcs cukorfoka. Isteni finom édes 24 Brix fokos szilvát kaptunk kóstolásra Balla Józseftől, ami azt jelenti, hogy 100 g gyümölcsben 24 g szaharóz gondoskodott arról, hogy fantasztikusan édes ízt érezzünk. Hogy önök is értsék, amit mi fizikailag tapasztaltunk, a hobbikertész viszonyítási alapot is adott. Általában olyan 18 és 20 fokos szokott lenni a szőlő is, az már nagyon jó, de a szilvában is, meg egyéb ilyenekben is, de ez 24. Azt érzi, hogy ezért olyan finom. A Brix fok, vagy cukorfok, az oltatok cukortartalmának hagyományos mértékegysége. Nevét Adolf Brix német tudósról kapta. Egy Brix fok a cukortartalma annak az oldatnak, amelynek 100 g-ja 1 g szaharóz tartalmaz. A skála tehát a tömegszázalékos szaharóz tartalmat fejezi ki. Balla József szerint leginkább a fajta választás, illetve az úgynevezett szülőpár kiválasztása határozza meg, mennyire lesz édes az a szilva, amelyet a leszüretelés után az asztalunkra tehetünk. A hobbikertésznek a top 10 családba tartozó szilvafajta a kedvence, ebből hozott nekünk. Nem túl nagy szemű, ez igaz, hogy nem egy ekkora, mint a lószemű szilva, kisebb, de nagyon-nagyon szép gyümölcsöt lehet belőle kihozni, de a cukorfok az, ami eszmetlen. A legédesebb, egyik legédesebb a szilvák között. A top 10 szilva hosszúkás alakú, 32-36 g tömegű, kékszínű, sárga húsú, lédús, félig magvaváló, kiváló ízű, fűszeres zamatú, magas száraz anyagtartalmú gyümölcs. Ellenálló fajta. Korán termőre fordul és jó terméshozam jellemzi. Friss piaci fajta, ipari felhasználásra, fagyasztva, pálinkának, lekvárnak is felhasználható. Asszalják is, természetesen ilyenkor sem igényli a cukor hozzáadását. Ez csak igazából, amit ön érzett a asszalványon, ez csak kizárólag a gyümölcsnek a cukortartalma. Ugye most kiszedtünk belőle nagyon sok nedvességet, a napocska, és csak is kizárólag a gyümölcsnek az aromája, a húsa, az íze és a cukortartalma, amit lehet most érezni. Ez egy hete készült el, hűvösen tároltam, de ezt tulajdonképpen ön 3-4 hétig legalább nyugodtan el lehet tárolni. Egy nagyon picikét fog majd veszíteni a nedvesség tartalmából. Én ilyenkor azt szoktam csinálni, amit ugye nem lehet, a múltkor beszélgettünk a lefagyasztani a gyümölcsöt, nem lehet, mert az állaga megromlik, viszont az asszalványt le lehet fagyasztani. És akkor egy kisebb adagokba lefagyasztom, és akkor vagy fagyasztásra, vagy pedig tudja a pálinkába. A hobbikertész jó tanácsokkal is ellátott bennünket. Milyen gyümölcsfákat válasszunk, ha vásárlási szándékkal ellátogatunk egy kertészetbe, illetve megtudtuk azt is, hogy miért nem érdemes semmiképpen sem egymás mellé párosítanunk egy almafát és egy körtefát. Igazából a technológia miatt nem érdemes, mert hogy mást kell vele csinálni, más időpontokban kell csinálni. Sokkal jobb, hogyha az ember, ha mondjuk két fát akar ültetni, akkor vagy két almát, két különböző fajtalmát, két különböző körtét, vagy két különböző szilvát, vagy két különböző cseresznyét. A legfontosabb még, hogy ön porzó is legyen, ugye erről beszéltünk már, ha nem, akkor még fontosabb az, hogy a kettő az egymásnak legyen a porzója. Érdemes a neten egy kicsikét böngészgetni, ha eldöntötte az ember azt, hogy most almatermésű, akkor az almak is körtéből melyik, de még ott is az almában nagyon-nagyon sokféle van. A mai divat a nagyon piros, és vagy nagyon sárga,
ugye ezek a sárgalmák, és ezekben is a legédesebbek. Ugye hát az ember jobban szereti az édeset, mint a savanyú almát. Ha a másik fajtát nézzük, a csonthéjasokat, ott pedig, hát ha mondjuk a cseresznye, az egy milyen fajta, korai legyen, késői legyen, nagyszemű legyen, fekete szomolyai, bele vagyok teljesen bolondulva, mióta megkóstoltam, nekem kell, hogy legyen egy ilyen fám. Tehát ilyeneket el kell dönteni, és akkor úgy kell oda menni az árudába, hogy jó napot kívánok, kérek 2 szomolyait, és mit tudom én, egy akármilyen, teljesen mindegy milyen fajtát. Nem is lenne igazi hobbi kertész Balla József, ha nem azt tanácsolná, hogy gondozzuk fáinkat magunk, és ne bízzuk ezt a kedves tevékenységet másra. A csemetére az első évben összesen 5-6 munkaórát kell csak fordítanunk. A metszést, locsolgatást, a szemmel növelést, a gyümölcsfa meghálálja, és ennél többet nem is kell tennünk. A betegség miatti iskolai hiányzások igazolása továbbra is az orvosok feladata. De szeptember 1-től már nem adnak ki papír alapú dokumentumot. Tájékoztatnak a város hivatalos honlapján. Az igazolásokat az elektronikus egészségügyi szolgáltatási térbe EEST töltik fel úgy, hogy ezek automatikusan megjelennek a krétában is, ha a technika ördöge közben nem szól. A jogalkotók elsősorban a szülőket kívánták tehermentesíteni a változással. Az otthonmaradás napján e-mailt kell küldeni a rendelőnek a tüneteket, panaszokat feltüntetve. Fontos tudni, hogy az orvosok csak a jelzés napjától igazolhatnak, visszamenőlegesen nem. A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy az igazoláson a gyógyulás várható időpontját is feltüntessék. De a szülő dönthet úgy, hogy az ajánlott időpont előtt visszaengedi a közösségbe gyermekét, mert tünetmentes, ennek megítélése már rábízható, hiszen ő látja, milyen ütemben javul a gyermeke állapota. További információkat olvashatnak a budakalász.hu-n. A budakalászi lakosokat is várják mammográfiás vizsgálatra. A Szentendre város egészségügyi intézményei szervezésében mobil emlőszűrő állomás érkezik Szentendrére a Paprika Bíró utcai nagyparkolóba 11-es főút mellé. A kitelepülést november 18-tól december 6-áig tartó időszakban 8 és 16 óra között kereshetik fel a páciensek. A szűrésre több mint 3000 hölgy fog behívó levelet kapni. Rajtuk kívül természetesen az orvosi beutalóval érkezőket is fogadják. Minden 40 év feletti nőt várnak, aki egy éven belül nem járt hasonló vizsgálaton. A vizsgálatra hozzák magukkal a behívó levelet vagy az orvosi beutalót, kérik a szervezők. Időpontot lehet foglalni a képen látható telefonszámon hétköznaponként 8 és 16 óra között. Végül a várható időjárásról. Csütörtökön napos, fátyol felhős idő várható, de helyenként vastagabb felhők is megjelennek az égen. Viszont csak néhol északon és északkeleten fordulhat elő átmenetileg kisebb eső. Erős az ország északnyugati felén, viharos lesz a délnyugati szél. Reggelre a kevésbé szeles tájakon pára köd képződhet. Hajnalban 8-17, délután 23-29 fokot mutathatnak a hőmérők. Adásunk végén következzenek még egyszer legfontosabb híreink röviden. Jó ütemben halad a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár udvarának fejlesztése. Tudtuk meg Forján Szabó Gergely alpolgármestertől. A Szentendre felől hévvel érkező utasok szerda hajnaltól már közvetlenül átszállhatnak az M2-es metróra. Balla József hobbi kertész segítséget nyújtott abban, milyen gyümölcsfákat válasszunk, ha a vásárlási szándékkal ellátogatunk egy kertészetbe. Ez volt mai hírmagazinunk, a Budakalász ma. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Budakalászt, mert hamarosan kezdődik Köztér című magazinműsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon a szentendre.media.hu/TV Budakalászon. Megtalálhatók vagyunk a közösségi oldalon, csatlakozzanak hozzánk ott is. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!